Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre is kivetem a kártyát. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik a tervei. Itt látható a 10-es szám, és az azt jelenti, ő keres egy kiutat, egy új kezdetet. Köztetek elindul egy új periódus. Ti álltok itt a középpontban. Ez a hölgy olyan, mint Fortuna istennő, aki szerencsét hoz ennél az új kezdetnél, és a kelyhek szimbólumát mutatja, ami az érzelmekre utal. Ő biztos abban, hogy ti szeretitek őt. Ti álltok a középpontban, mint egy istennő és csodál titeket. A 10-es szám közli az új kezdetet. És hogy érzi magát? Itt látható ezen a képen ez a kulcs. Szimbolizálja az ő magabiztonságát. A kezében van a kulcs, és ez a tettekre utal. Viszont mit fog tenni? Mit közöl vele a belső hang? Mik az érzelmei? Itt ezt az ajtót lezárja. Valamit bezár az életében. A hármas szám utal egy harmadik személyre. De ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy új ajtót, egy új kezdetet, amit a 10-es szám is mutat. Ő lezár valamit, vagy a félelmeit, vagy a párkapcsolatát, vagy a munkahelyén lesznek változások, és indít egy új kezdetet. Kezébe veszi ezt a kulcsot, magabiztos, határozottan fog dönteni, és indul egy új szakasz kettőtök között, mert pontosan ez az ajtó nyílik ki számotokra. Mit közöl veletek? Milyen lépéseket fog tenni irányotokba? Azt közli a főpapnő. Ő őrzi a titkokat, a sorsok könyvét. Az, ami most történik, az be van írva a sorsok könyvébe. Sors, döntő, fordulat fog következni, amit ő tervez. És biztos a sikerben. Ez a fő papnő itt ír egy levelet. Ennek is van jelentősége, vagy ír nektek, kaptok egy SMS-t, vagy vár arra, hogy ti írjatok neki. Itt levelezésről van szó. A napi kártya a csokis kártyacsomagból azt közli, hogy becsületes, és amit ő most közöl vagy ír, abban megbízhattok. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, ez egy videófelvétel, és a díjam 3500 forint,
asztrológiával kiegészítve 8500. Most van egy kedvezmény, a kármikus fordulat jóslás asztrológiával 4200 forintért. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!